Sziasztok! Ma egy citromos csirkét fogok készíteni, fetás sült paprikakrémmel és egy tabuléval, úgyhogy kezdjük is el. Legelőször a paprikakrémhez fogjuk megsütni a zöldségeket, mert annak kell sok idő, hogy kihűljön. Veszünk egy sütőtapsit, amit kibélelünk sütőpapírral, és rárakjuk a kápia paprikákat, én 4-et fogok most használni. És jöhet mellé egy egész fokhagyma, amit félbevágunk, és lefordítva ide fogjuk mellé tenni. Most pedig mehet a 220 fokos sütőbe addig, amíg meg nem ég a paprika héja. Amíg sül a paprika, addig egy tálban összekeverjük a pácot. Jöhet egy citromhéja is leve. Jöhet 2 gereszt fokhagyma, amit csak így belereszelünk. Jöhet egy kis só és bors. És jöhet bele egy kevés olaj. Ezt most szépen elkeverjük, és foglalkozunk egy kicsit a csirkével. Tőlem megszokott módon csirke mellett fogok használni, de nyugodtan használhatok filézett csirkecombot is. Igazából mindegy, hogy milyen alakúra vágjátok a csirkét, vagy milyenre szeletelitek, én ezt most nem fogom megtenni, csak belerakom a pácba, és hagyom benne egy fél órát pácolódni. Most pedig jöhet a tabulé, 100 g bulgurt fogunk megfőzni bősós vízben, kb. Ilyen 15 perc alatt. Kimérem most a bulgurt. Jól átmosom. Most jöhet egy kis só, és mehet a főzés. Amíg fő a bulgur, addig felaprítjuk a zöldségeket hozzá. Alapvetően a tabulé rengeteg petezselyemmel készül, a bulgur és a zöldségek csak éppen, hogy meg vannak benne mutatva, úgyhogy mi is ezt fogjuk követni. Jöhet 2 óriás csokor friss petezselyem, amit nagyon apróra fogunk felvágni. Ez most jöhet egy nagy keverőtálba. Mint nagyon sok ételnek, a tabulének is rengeteg fajtája van, van, aki tesz bele mentát, van, aki tesz bele még más fűszereket is, én most csak mentát fogok még pluszba használni. Kb. Ilyen 2 ág jöhet bele, ettől nagyon friss lesz majd a végeredmény. Jöhet egy fél kiló borka, amit kis kockákra vágunk. Ez is jöhet a tálba, jöhet egy paradicsom, ezt is kis kockákra vágjuk. Jöhet egy kis darab, kb. Egy ilyen fél lila hagyma. Megsült a paprika. Pontosan ilyennek kell lennie, gyönyörűen megégett a héja, ezt most berakjuk egy nagy keverőtálba. Ezt most lefedjük egy tányérra, és így hagyjuk kihűlni. Ez fog segíteni abban, hogy a végén szépen le tudjuk húzni a héját. Közben elkészült a bulgur, amit most leszűrünk és hagyjuk egy kicsit kihűlni. Jöhet bele most a bulgur, de én nem fogom beletenni az egészet, kb. A fele mennyiséget. Inkább zöldségesnek és petezselyemesebbnek kell lenni, mint bulgurosabbnak. Ezt a maradék bulgur pedig használjátok nyugodtan másfajta salátákhoz, köreteknek, sőt rakottasokba is tökéletes. Most pedig beízesítjük a salátát, jöhet bele só és bors, egy fél citrom leve, és kb. 3-4 evőkanál extra szűz olívaolaj. Összekavarjuk, és tálalásig hagyjuk állni. Most pedig megsütjük a csirkét, én felmelegítettem egy serpenyőt, ebbe jöhet kb. Egy ilyen 2 evőkanál olaj, és egész egyszerűen oldalanként ilyen 4, 5, 6 vagy akár 7 percig is süthetjük a csirkét, attól függően, hogy ki hogy szereti átsütve. Elkészült a csirke, és most lefedve pihentetjük egy kicsit, addig pedig elkészítjük a sült paprikás fetakrémet. Egy aprítógébe én már belenyomkodtam a fokhagymát, most pedig jöhet bele a megpucolt paprika, leszedjük a héját, kimagozzuk és beledobjuk. Jöhet bele egy teáskanálnyi fehér borecet, kicsi só és kicsi bors, és egy darab feta, amit csak így bele fogunk morzsolni. És ha szeretitek, még egy kis gereszt fokhagyma is jöhet bele frissen. Az egészet most leturmixoljuk, és utána pedig megvagyunk.
akkor lássuk, hogy sikerült. Imádom, imádom. El nem tudom mondani, hogy mennyire imádom a tabulét. Ez tényleg a nyári íze így felrobban a számban. Úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki ezen a nyáron legalább egyszer, de ha minden héten megcsináljátok, azzal se lesz semmi baj. További zseniális receptekért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek meg. Sziasztok! A videót a Floriol támogatta.